Diákok dolgoznak ezen a felvételen. A fiatalok a nyári szünetben munkát vállalhatnak, de ennek szabályai vannak, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. A diákok 16 éves kortól vállalhatnak munkát, 18 éves korig szülői engedéllyel. A nyári időszakban a 15 éves diákok is vállalhatnak már munkát, akik nappali tagozaton tanulnak. A munkavállaláshoz adóazonosító szükséges. Ez a kicsi zöld kártyán 8-assal kezdődő számsor. Tehát ennek mindenképpen meg kell lennie. Ha esetleg nincs meg a diáknak, akkor a T34-es számú nyomtatványon lehet igényelni a hivatalnál, akár online is. Kedvezmény jár a tanulóknak a nyári munkabérükre. A diákoknál a 25 év alatti fiatalok kedvezményére kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban havi bruttó 576.601 forintig nem kell személyi jövedelmadót fizetnie a diáknak. Ez akár havi 86.490 forint adó megtakarítást is eredményezhet. Ez a kedvezmény, ez egy adó alapkedvezmény. A kedvezményt a munkáltató kifizető automatikusan kell, hogy figyelembe vegye, hiszen a munkavégzés megkezdésekor a diákok átadják a születési adataikat is. Ebből a munkáltató kifizető tudja, hogy a diáknak jár ez a kedvezmény, vagy már nem. De nem kötelező igénybe venni a kedvezményt. Ezt nyilatkozatban kérheti a diák. A fiataloknak azonban figyelniük kell arra, hogy a munkavégzésükről igazolást kell kapniuk. Ha a diákot munkaviszony keretében foglalkoztatják, akkor a munkaviszonyt írásba kell foglalni. Hogyha a diák teljes hónapban 8 órában dolgozik, akkor legalább a minimálbért meg kell, hogy kapja fizetésként. A jövedelméről és a levont közterhekről évvégén egy igazolást is kell kapnia a diáknak, amely alapján következő évben majd elkészíti a személyi jövedelemadó bevallását, vagy a bevallási tervezetét ezek alapján tudja majd egyeztetni. A diákok egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi vagy idény munka keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződés írásba foglalni. A fiataloknak lehetőségük van arra, ha maguk keresnek céget, ahol dolgozhatnak, hogy leellenőrizzék, mennyire megbízható a gazdasági társaság. A NAV honlapján lehet erre rákeresni.